Rövid karácsonyi pihenőt követően újra munkába állt a csapat. Sikerült erőt meríteni ebből a pár napból? Milyen ilyenkor a visszatérés? Remélem, mindenkinek nagyon boldog volt a karácsony. Én úgy érzem, hogy a lányokon is, meg magamon is, hogy sikerült kellőképpen feltöltődnünk. Ugye már megszokhattuk az elmúlt években, hogy a karácsony azért az edzés munkáról is szól. Nem ez lesz az első alkalom, hogy a két ünnep között fontos mérkőzést fogunk játszani. Úgyhogy én úgy érzem, hogy kellőképpen motiváltak vagyunk, kellőképpen feltöltöttünk szeretetből, bagliből és minden finomságból. A következő mérkőzés előtt még a legutóbbi Peac ellenére egy picit térjünk vissza. Ott egy fél idő erejéig alaposan ráijesztettetek a házigazdára, végül vereséggel zártatok. Kérlek, értékeld ezt a meccset. Én azt érzem, hogy az első 20 perc, amit te is kiemeltél, hogy egy kicsit sikerült megszorongatnunk, vagy megfélemlítenünk az ellenfelünket, én azt érzem, hogy az a játék, amit szeretnénk mi ebben az évben képviselni. Nyilván döcögösen indult az utunk, de úgy érzem, hogy ez egy folyamat része, és bízom benne, hogy ezt a 20 percet a későbbiekben egyre jobban ki tudjuk tolni, és akkor még akár nagyon szép eredményt is elérhetünk ebben a szezonban. A héten a fővárosi rivális csatához látogattok. Ellenük jó emlékeket dédelgethetünk, hiszen össze pont a te vezérleteddel sikerült 17 pontos hátrányból fordítani és nyerni. Hogyan készültek ezúttal, milyen összecsapásra számítasz? Nagyon kemény mérkőzésre számítok. Én úgy érzem, hogy első körben azért mégiscsak magunkkal kell foglalkozni. Ugye, amit említettem az előbb is, szeretnénk ezt a jó játékot kitolni minél több időre. Én tudom jól, hogy mind a két csapatnak ez nagyon komoly mérkőzés, és nagyon fontos ugye itt a bajnokságot tekintve, de én bízom bennünk. Én úgy érzem, hogy rendben van a csapatunk, nagyon sokat edzünk, nagyon keményen, és nagyon jó a csapatkémiánk, ugye ezt a te is kiemelte korábban, úgyhogy harcra készen állunk, és azért szeretnénk elmenni a Ludovikára, hogy az óévet sikerre búcsúztassuk. Hát legyen így, ott leszünk és szurkolunk, hajrá TFS-re! Köszönjük, hajrá TF!